nagyon szomorú hírünk is, mert hogy két ember, akik mi szerintünk összeillettek, szakítottak tegnap. Igen, hát igen. A Kárpáti Rebeka és a Fróner Ferenc, ugye a Fecó és a Rebi, ők szétmentek, amin én megmondom őszintén, hogy én annyira meg vagyok lepődve, mert ha valakiket szerettem, és ha valakikre úgy rá lehetett sütni az, hogy egy ilyen tökéletes álompár, ami szerintem az egyik legnehezebb bélyeg, amit egy pár cipelhet saját magán, akkor azok ők voltak. Hogy képzeld el, és most remélem nem haragszik meg se a Fecó, akit egyáltalán nem ismerek, se a Rebeka, hogy ezt mondom, de hogy mikor néztem a Nyerő páros, nekem jött egy ilyen érzésem. Tényleg? Igen, 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 hogy ők nem fognak együtt maradni. Azért a Nyerő páros egy durva játék egy ilyen párkapcsolatnak, mert azért annyi sok minden kiderül, és olyan sok helyzetbe belekerül az ember, ami egy ilyen, mint egy párterápia, amikor az ember rájön arra, hogy valakivel tud együttműködni, vagy nem. De én nekem egyébként ott nem tűnt úgy, én nekem pont az volt, hogy azt láttam, hogy olyan jól viselték úgy közösen az ő sikertelenségüket, mert a játékokban nem működtek jól. De ezt láttad, én meg azt láttam, hogy a Rebeka valahogy egy ráfeszült erre a dologra, a Fecó pedig ő ilyen könnyed, tehát lazán kezelte, és én nem tudom az életben ők, hogy működnek, de ugye azért hasonlóak ezek a szituációk, vagy azért kiderül, hogy ki az, akinek ez fontosabb, igen, és ki az, aki játékként fogja föl. És aztán lehet, hogy ez a célok, vagy nem tudom, az ellentétek nem ugyanazok. Nagyon tegnap a Fókuszban egyébként adtak egy nagyobb interjút, és ott ültek egymás mellett, és akkor meg az érzésem volt, hogy ennek még nincs vége. Igen, én ahogy egymásra néztek, vagy nem, igen, tudom, hogy lehet, hogy most... De ez így olyan nehéz, nem? Amikor nem valakivel tudom, úgy szakítasz, vagy úgy mész szét, hogy igazából nem az van, hogy valami olyat tett, ami miatt már nem szereted, vagy kiszerettél belőle, hanem amit ők is mondanak, hogy így elcsúsztak egymás mellett. Azért azt ne felejtsük el, hogy két nagyon dolgos emberről van szó, tehát mind a ketten a saját karrierjükben, a saját munkájukban kiteljesednek, dolgoznak, mennek előre, és szerintem csak az lehetett, hogy ez egy intelligens dolog, és nem várták meg, hogy bejöjjön egy harmadik, tehát meglátták azt, hogy nekik együtt már nem megy tovább, és akkor inkább tisztelettel, tisztelve azt a két vagy három évet, nem tudom mióta voltak együtt, elengedik egymást, szóval ugye szerintem ez egy nagyon intelligens, igen, dolog. Hát nem tudjuk igazából nagyon az igazságot, de bárhogy alakul, drágák, vagy együtt, vagy külön, de legyetek boldogok. Igen, én azért az együttnek szurkolok, hogy megtalálj, de úgy együtt, hogy jól együtt.